Levi megmozdulása, és aztán amikor lőne Gruber, akkor jön a becsúszó védő rövidre, és aztán a hosszú oldalra átfejelik, ez így pedig ajtóablak. Favorov góljával megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia az 50. percben. Egy szöglet hozza meg az áttörést, ugye ami nem sikerült a másik oldalon egy szöglet után, mert hogy a fejesre leért Markek. Itt most a hosszú oldalra Szolnoki megcsúsztatja, és Favorovnak semmi nehézséget nem okoz. Közelről a kapuba passzol, az 5. gólját szerzi Favorov ebben a szezonban.